Vajon hogy készül a szappan? Vedd fel a védőszemüveget. Talán sosem volt még forgatási helyszín ennyire közel, mint most, úgyhogy gyakorlatilag a szerkesztőségből egyszerűen átsétálunk, mert tényleg pár perc az egész. Annyira izgatott vagyok, mert végre egy szépségápolással kapcsolatos téma fog következni, aminek nem biztos, hogy a pasik annyira örülnek, nem biztos, hogy Máté annyira örül, hogy erről kell forgatni, de én már alig várom, mert nagyon-nagyon régen volt ilyen. Körülbelül egy éve használok szappanokat tisztálkodáshoz, arctisztításhoz. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy szerettem volna picit környezetkímélőbben élni. Aztán meg kiderült, hogy nagyon-nagyon jót tesz a bőrömnek. Amikor erre így rádöbbentem, akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy vajon hogy készül a szappan. Utána néztem, és láttam, hogy elég sok minden kell hozzá, néhány veszélyes összetevője is van, és úgy gondoltam, hogy ez talán otthon nem biztos, hogy el kéne kezdenem kipróbálgatni. Úgyhogy nagyon örültem neki, amikor jött ez a lehetőség, hogy elmehetünk, és gyakorlatilag elkészíthetek egy szappant, nem is akármilyen szappant, egy Bükki különlegességet. A Bükki napsugár szappannak a készítőjéhez tartunk éppen, és én már alig várom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy készül, biztos, hogy izgalmas lesz, tartsanak velünk! Annyira közel jöttünk, hogy gyakorlatilag meg is érkeztünk. Nagyon cuki kívülről ez a bolt. Hello! Spielmann Nóra vagyok. És Ágnes. Hova pakoljunk? Bárhova. Oda. Hátra, hogy ne látszódjon majd. Aha. Jó, jó. Egy elképesztően hangulatos kis üzletbe érkeztünk itt Miskolcon, és itt lehet kapni azokat a szappanokat, amiket te készítesz. Egy picit mesélj már nekem arról, hogy mit kell ezekről a termékekről tudni. Tulajdonképpen krémeket is készítek, szappanokat is. Kozmetikus vagyok, tehát ez innen jött ez a krémkészítés és a szappankészítés. És nagyon szerettem volna az, hogy egészséges kozmetikumokat használjanak az emberek, és ezáltal ugye ez egy szép bőrápolást tudunk elérni. És 2014-ben Bükszentkereszten megnyitottuk a kis szappankészítő, natur krémkészítő műhelyemet. És van néhány termék, ami különleges, mert hogy a Bükki Nemzeti Parknak a védjegyét megkapta néhány terméked. Így van, lett egy lehetőség, a Bükki Nemzeti Park nagyon szívén viseli tulajdonképpen a milyen készítőknek a sorsát, meg hogy miket tudunk készíteni olyan növényekből, vagy gyümölcsökből, amik ugye a Bükki Nemzeti Park területén természetes helyen előfordulnak. És pályáztam erre az elismerésre, és azt most ősszel kaptam meg. Tulajdonképpen 6 szappanom és 2 aromavizem kapta meg a Bükki Nemzeti Park termékvédjegyét. Most jelenleg hányféle szappan kapható nálad? Hát körülbelül szerintem 20. Mik vannak itt az asztalon? Ezek azt mondtad, hogy a legalapabb dolgok, ami egy szappanhoz kell. Az egyik oldala áll olajokból, vajakból, ugye zsírokból. Ezeket én általában növényi alapanyaggal dolgozom, és ezek bio termékek. És utána pedig a másik oldala pedig a lúg és a folyadék része. Uh-huh. Amit most fogunk készíteni szappant, itt nagyon figyeltem arra, hogy ugye egy különlegesség legyen, ez egy körömvirágos szappan lesz. Kitaláltad, az egyik kedvencem. Nekem pedig is. Nem beszéltük meg. Nekem is.
Mivel fogunk kezdeni? Először az olajokat fogjuk kimérni, de a legfontosabb, hogy kesztyűt kellene felvenned. Okay. Először a folyékony olajjal kezdünk. Akkor az oliva olaj, ugye ez egy folyékony olajunk, a 115. Leheletnyivel több lett, de azt mondom, hogy nem baj, akkor jó. Majd a másik leheletnyivel kis kevesebb lesz. Jó. Jó, és akkor most jöhet a napraforgó olaj. Most jön a körömvirág macerátumunk, ez egy nagyon szép színű olaj. Ezt most azért tesszük félre, mert a szilárd zsírokat, azt pedig ebbe kellene mérni, és akkor itt lesz a kókuszsír. És akkor ezt ehhez a folyékony olajhoz kapart hozzá, légy szíves, mert ezt majd ugye össze fogjuk melegíteni. Jöhet a következő szilárd zsírunk, ez pedig a pálma. Most ötféle olajjal és zsírral dolgoztunk, ezt ugye elkészült, akkor ezt megkérlek, bele kellene tenni oda a vízfürdőbe. És ezt majd kitesszük hűteni. És akkor most a következő fázis következik, a lúgot fogjuk kimérni, itt viszont kérem, hogy vedd fel a védőszemüveget, a lúg egy nagyon erősen maró anyag, nagyon óvatosan kell dolgozni vele, majd nem hajolunk fölé, és nem kell belélegezned. Miért van egyébként szükség a lúgra? Ez mit fog művelni? Tulajdonképpen a szappan lúg nélkül nem működik, tehát a lúg fogja az olajokat elszappanosítani. Most a körömvirág oldatot fogjuk, tulajdonképpen ez egy teja, amit már én elkészítettem, és akkor ugye ez a folyadékunk, ez 180 g-ot mérjünk bele. És én ezt elkezdem kavargatni, ez ilyenkor nagyon-nagyon meleg lesz. Ezt elkezdjük visszahűteni rögtön. Mert ez így önmagától már forró? És most érzed a szagát? Nem lesz semmi bajod tőle. Tudom, csak, csak nem olyan kellemes. Nem kellemes, igen. Nagyon tűzforró. Tűzforró. Itt meg kell várnunk, hogy ez nagyon hideg vizet használtunk, de lehet jég közé is tenni. És akkor megvárjuk, míg ez elkezd teljesen visszahűlni. Tehát ennek akkor is 40 lehet, fokosnak. Nem lehet felelőtlenül kavargatni. Nem. Mert esetleg ki nem. Csöppen, vagy valami. És úgy a legjobb, hogyha ugye nincs körülöttünk senki, gyerekek nem lehetnek körülöttünk, házi állat, kutya ne szaladgáljon, de nagyon baleset veszélyes. Operatőr se szaladgáljon. Végeztünk az asztallal. Igen, itt ebben a folyamattal most végeztünk. Ezt levehetem? Most le, de majd megint vissza, amikor a botmixet. Szeretnéd-e, hogy legyen illata a
szappannak. Szeressem. Milyen illatot tudunk neki? Hát mondjuk a körömvirághoz lehet levendulát, vagy bazsalikomot. Jó? Bármelyik jöhet. Akkor igen. Hozok illóolajat hozzá. Meghűlt az olajunk. Meg a lúg is. Meg a lúg is, így van. Ja, és akkor a következő feladat az lenne, hogy először az olajat abban a műanyagban öntsd át, légy szíves. Uh-huh. Jó, az egészet. Szemüveg megvan, kesztyű megvan. Oké. Okay. Nyugodtan kiteheted a tálcára. Úgy bátran öntsd bele. És akkor most jön a legfontosabb rész. A lúg oldatunkat hozzáöntjük az olajhoz, jó? Határozottan beleöntöd, és utána a botmixerrel fogjuk összedolgozni, jó? Jó. Segítek, választottál egy illatot, a levendulát. Jó, igen. És akkor hát 5 millit kellene csepegtetni. Ez pont így tele, vagy ez? Igen, ez 5 millis ez a mérőkanál. Oké. Okay. És akkor most jön a legjobb rész. Ez tényleg olyan, még mint átkamarom. A puding. Igen. És nagyon szép színe lett. És odadom a kezedbe, és kikészítettük a szilikon formákat. Nézd meg! Gyere, és bátran! És akkor most így gyorsnak kell igen, lenni, igen. Ugye? Hát itt már egy ezeket kicsit töltsön, bátran töltsed. Mert elkezd nagyon sűrűsödni, és nem fogod tudni akkoran szépen kitölteni. Bátran mehet. És akkor ahogy elkezd megkötni, utána ezt majd szépen hoztam törölközőt, szépen letakarjuk, mert pihenni fog. Uh-huh. Szobahőmérséklet kell neki, melegben kell lenni a szappannak innentől kezdve, nehogy megfázzanak, mert ha megfázik, akkor nem tudjuk felhasználni már másnap. 24 órát pihen most így letakarva a szappankánk, utána másnap vesszük ki a formából, igen. És onnantól kezdve nagyon fontos, hogy 6-8 hét az érési idő, mire a szappant használni lehet. Ez alatt a 6-8 hét alatt mi történik? Tulajdonképpen lejátszódik az a szappanosodási folyamat, a lúg úgymond eltűnik a szappamból, és lesz egy nagyon finom bőrápoló tisztálkodószerünk. És ugye megbeszéltük, hogy nyilván ez alatt a forgatás alatt nem tudjuk megmutatni, hogy ezekből konkrétan, amiket én kitöltöttem, ezekből mi lesz, de te már elkészítettél a forgatás előtt néhány hasonló darabot. Tulajdonképpen ugyanezt, igen. Tulajdonképpen ugyanezt. Úgyhogy kicsit csalunk, de úgy fognak majd kinézni, mint ahogy mindjárt oda átmegyünk. Igen, hát az annyi, hogy ezek tegnap készültek. Még a kesztyűt azért magamon hagytam, mert ezeket van. Össze fogom taperolni. Nagyon köszönjük, hogy beengedtél minket, meg hogy azt most eláruljuk, hogy erre az időre bezártad a boltot, tehát ki van írva, hogy zárva miattunk, sajnáljuk. Semmi baj. Úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szívesen, és örülök, hogy így betekintést nyerhettetek, mert ebből a, tehát hogy milyen folyadékokból, hogy milyen csodálatos dolog tud születni. És ajánljuk mindenkinek, így hogy van. Szappannal mosakodjon. Így van, és ki lehet próbálni otthon is az elkészítését. Köszönjük szépen!